De aranyosan kezdődik ez a pálya is, hallod. Sirius M2. Ó! Oh, Sirius Engine 2, igen. Sirius Engine. Powered by, így van. Annak a motorja. Crow Team Presents. Mhm. Kis önreklám. Boah! Igen, most már Mentálnak a városában vagyunk. Az utolsó nagy fejezet. Nem lehet leesni. Ja, hát... Hatatlan fal. Emlékszem, hogy akkoriban, 2005-ben, úgy 6-ban, amikor az akkori gépemmel ez a játék nagyon-nagyon lassan ment, mert nagyon erős gép kellett neki. Még a GeForce 4-es Titánnal próbáltam, de nagyon izzadt alatta. Éppen, hogy bírta a játszható sebességet. Igen. Hát jó, akkor ugye még egymagos CPU-k voltak. Mi a fene ez? Jaj, ezek mind ellenfelek? Ja. De azzal a kék izével már találkoztunk jóval korábban, játék elején. A mocsár vidéken. Kocka földön szuhant, akik meg a levegőben repkennek. Csoda, mágnes vasút. Már azt is le akartam lőni, minden ami volt. De jó. Hoppá! Ott egy rakéta. Van egy 100-as páncél. Ez az. A szökőkút tetején felvetted? Még nem. Elnézem itt a fal mögött mi van, mert szerintem csapda lesz. Tudsz. Na. Nem mondok erre semmit. Nézőknek mondom, hogy most nyomom ilyenkor az előre gombot. Itt hogy ott lesz valami eldugott kincs, vagy valami. Ah, oh, Crow Team, ja Istenem. 2005-ben még elfogadhatom. Na jaj. Akkor még úgy oké. Ó. Oh. Volt egy nagy élet. Mhm. Jó is sem. Hát! Tyú. Még egy kis reklám. Mhm. Wow, mekkora épület, azt a cirkusz. De ilyen ezek a üvegkupolák is tök jól néznek ki. Ó, itt szent tartom itt a kezében. Milyen üveg? Be se törik. Pontosabban átmegy rajta. Áú. Tetején robban. Oh yeah. Oh nein. Na, no. Ez az. Most mi van? Jaj, most innen nyírjuk ki a... Egy csapda? Szerintem igen. Na, hídról kell mindenkit elintézni.
Ja. Hogy miért nem enged tovább. Té. Egy ilyen hangzik van. Bleh. Na, már látom. Ez az. Ez az. Két robbant a Skorpió, arra vártam már. Egyébként akkoriban ennek a játéknak a hivatalos demójában ez a pálya volt benne. Igen. Így van. A játék szinte majdnem a vége. Érdekes. Hát demo... mert ugye ezen a pályán demonstrálták a Serious Engine 2-nek a képességeit, hogy mennyire faszán néz ki, stb. Mondjuk itt lehetett is rendesen. Plusz hát ugye marketing értékből is jó volt a demo, mert hogy ugye, hogy az egyetlen olyan epizód a franchise-ban, ahol el lehet menni mentálnak a saját bolygójára, a saját városába. És őt személyesen kell segbe rúgni. Ja? Már a fészből akartam volna előszedni a minigant. Oh, hello. Oh, shit. Uh-oh. Aha, ő szét tudja lőni, mi? Ilyen nagyon aktív akart, nem tudod. Ez megmaradt az emlékezetemben. Ez a jelenet is, a szétlövi az üveget. Mi? Na ne! Ne szopassuk már egymást ilyenekkel. Aj. Ez mennyire fogom gyűlölni? Jaj, közben még ezek is jönnek. Persze, hogy ne! Most nekem... Most... Úristen! Ezt hogy fogom én gyűlölni? Már emlékszem, hogy miért ezt a fejezetet gyűlöltem a legjobban a játékban. Nem megsemmisítem neked az ellenfeleket, hogy el tudja ugolni. Meghaltam. Húh! Gerőd! Leestem! Ezek az ügyességi ugrabugrák, ezek nagyon-nagyon nem nekem valóak. Ezeket... Jó, hogy nem keres Bandicoot-a. Pont arról szól. Hát az is egy... Igen, az is egy kisebb agyfasz volt az a játék. Régi játék. Én fogyok mindjárt kell gépfagyóban. Egyik haltam. De legalább újra vannak lőszerek, ha meghalt. De jó! Újra 500 dolyon van. Egy lőszarom maradt a mesterlövészben. Na, azzal az egyen el tudtam intézni azt a
Azért nem, nagyon nem akarom meghalni. Na végre. Aha! Hogy őrzik a minigant? Óhó! Oké. Okay. Érted a logikát, megkapjuk a minigant, de itt van egy... Mindegy. Nem akarok vitázni. Az egész mentálos fejezet, amíg itt leszünk, ez egy ilyen végtelenül undorító, gyomorforgató pályákkal lesz tele. Itt már nagyon-nagyon szemétségbe fog átmenni a játék. Ez még csak a felszín volt. Oké, és most? Ja, hogy ja! Ja, hogy tud repülni. Ja, kérem. Ja. De jó tudni. Így már más a téma. Na, már mindjárt más. Na, meg a virág ágyászok mutatják, hogy merre kell jönni. De amúgy gondolom nem lehet repülni végtelenségig, el a messzire. Valószínűleg igen. Főleg ilyen sok láthatatlan falnál biztos, hogy nem. Nem véletlen alkalmazta belülük olyan sokat. Ezek a lila vadászok, ezek... Hát tudom, fal, meg kell várni, még megsemmisül az összes. Yes, Maria. Hoppa. Jó. Van, hogy néhány repülőt úgy nyírok ki, hogy csak lövök valamerre, de hogy nem tudom követni az eseményeket. Ki szerencsével a... És a projectile az betalál az ellenségnél. Valahol van még egy ilyen... Ilyen lila... Repcsi, azt hiszem. Min? Ja. Jó, az is megvan. Az is megvan. Kiderült, hogy van itt van szó lett. Micsoda? Ja, só le... az nem is rossz! Hozzád. Testére az már nem a legjobb. Jó, hát nyilván nem lefekvés előtt, persze, persze. Hát egy ilyen jön meg még. Nem tudom, de most már abba hagyhat, ne? De majd próbáltam tovább menni, de nem engedett, mert láthatatlan fal. Ja. Mindenképp le kell szedni mindenkit. Ez is megvan. Megvan. Ezek a kék köcsögök vannak még. Nem. Az a baj, hogy én mindjárt le fogok zuhanni, csak mondom, mert elfogyott a repülő alkalmatosságom HP-ja, hogy inkább ide jövök.
Így. Ereszkedni arra, nem? Jaj! Szét is lőtték, jó van. Arra nem jöttem rá, hogy kell ereszkedni. Googleás. Van C. Ó! Oh! Oké. Okay. Ventilátor? Én nem, levitátor. Shield generátor. Mik ezt mondom, hogy awesome. There's a grenade launcher. Én azt hittem írtanak fel a tűzhegy. Mi van itt van? Ja? Jöjj már meg. Tege. Ó. Milyen jól nézne ki ez itt, ha itt folyna le a víz. Még a lapozásnak is hangja van. Oké, ez az nem piszok jó. Azt néztem, hogy mit, hogy dobolsz. Hát bengelek. Ah, haj. Okay. Megzavarták a jó zenét, halálra álljuk! Valam. Te beindult egy ilyen boom, tudsz. Ezért mindenkinek meg kell halnia. Megszakították a jó zenét, ez szarra. A Ballet School azon a négyet. Nem ahogy azok kívül repkednek. Ez a csontik. Oh! Most itt... Aha. Plöp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 l
Jíha! Azt a... Ja, itt előttünk, helyen meg. Ja? Ezeket is le kéne. Hú! Jihá! Jaj, de jó. Ha mindkettőn mindig ezt használjuk, akkor hogy akkor extrém darálás van. Ez a fegyóhoz kéne örök tölteni, és akkor minden fasza lenne.
Jó. Látod, amit én látok? Mit? Látod, amit én látok, Ágyi? Ma... Ja, igen, igen, igen. Van itt egy vicc. Akarod csinálni ilyen nézők miatt? Ilyen nyuszi daráló. Ó, igen, ó, igen. Most nem tudom, bele kell dobni egy nyulat? Ja, itt a nyúl. Ott a nyúl. Itt. Repkenek körülött a legyek. Hát itt a végén a szalámi. Hopsz! Ez nem így. Nem. Mindjárt. Nem. Mindjárt. Szegény Nyuszi nagyon bágós. Na! Ember! Akkor is betál, akkor is. Ez is ilyen akadva esik a nyúl. Ez nem igaz. Most be... nem. És eldobtad a túloldára. Hát, nem szabad túl sokáig... Túl sokáig nyomom, akkor... Hát, gondolj arra, hogy olyan, mint a kosárlabda. Hát azt alulról dobtam, csak át a labdát. Majdnem. Tovább dobsz? Már nagy. Ezt nem is értem amúgy. Csak azt hittem beleesett. Sikerült! Itt jön a hurka, figyeld! Mármint a kolbász! Nyuszi kolbászt valaki! A nyuszi hús az egyébként tök finom. A pörgöltet már ettem. Nem, én csak szar vagy. Az sem rossz. Ilyen sötét a húsa. Talán finom. Természetesen étterembe ettünk. Ez meg a nézés, baromi jó a vaddisznó, az még isteni. Ez. Ja, vol, oh, hello. Jön még valaki? Na, én is így gondoltam. Milyen hangja van? Meg nem tetszett 25 életért. Nyomok egy space. Jönnek itt a Janik. Miért kell használni a golyót? Azért aztán. Milyen golyó? Azt mondtam, itt még nem. Százas armor. De ezeket a kék izéket, akikkel már találkozunk korábban a mocsárban, egyetlen lövéssel le lehet szedni a sniperre. Oh, yeah. Meg azokat is. Meg azt is. Mondom, azt is. És azt is! És így is felveszünk a táskát, akkor megint még kapunk össze. Lelőttem egy civil autót. Én szemét. Éppen ment haza a vásárlásból.
maszkal az arcán. Ha bár ég, tehát olyan fegyverek átváltani. Visszaváltott mindig ára, mert már 1000 golyón van megint. Így élvezd a zenét. De úgyis átvált. A korábbi kérdésedre válaszolva frissíteném a válaszom, a kettőnek is piszok jó soundtrackja van. Ó! Kettő lövés ezeknek nem elég, azt hittem. Csontik! Egy tontrát. Ott egy izé... Sirius-be néz, látod ott a kampón? Bakker, tényleg? Jaj, látom. Hogy ott csak nem tudom, hogy hozzuk el? Na most nincs is igazán időnk ezt. Lelőttem, az nem volt a teltő. Csalódás a gránátvető. Mert a korábbi epizódokban egy gránáttól meghalt egy csonti. Itt nem. Gránátvető picit gyengébb lett. Azt a mindenit! Ez szép volt. Ja, gránát? Igen, picit gyengébb lett, mint a korábbi epizódokban. Sajnos. Hoppá! Okay. Tehát magam mögé ízérem őket, figyeld mi a mögöttem. Ja, hogy úgy, aha. Így is lehet. Hát akkor a gránát használ. Egy jobb gomb és akkor annyi volt. Igen, én meghaltam. Hogy egy nagy szar. Igen. Hogy törj át azt a francot. Szerintem át is kell törnie, különben nem jutunk tovább. Szegény akár mekkora is legyen, úgy megdögli. Erre? Látom, nincs semmi, ugye? Itt ezeken föl lehet menni. 100 pont hiányzik az Extra Life-hoz. Új, itt a fegyverünk! Yeah. Ott a plazma! A játék meghallotta a kérésed. Nem vagyok 500-ban jó. Az a maximum. Lehetne ez is 1000, mint a izé. Minigen. És folytatódik a buli. Jönnek az meg a bikák. Hát az a bal karba is van élet, meg... Igen, ott van fenne százas.
Na szív, láttam. Ó! Vielen Dank! Igen, de egy gombat itt állít. Itt is van a gomb. Jönnek még? Ahogyne. Oké, mert akkor benyomom egy kis a gombot, és akkor kidobja az izét. Akkor fölvettem, és akkor itt közül külni őket. Addig akartam kihasználni, míg jönnek. Mi egyszerűen nem is lehet lemenni, A helikoptereket. Szerintem amíg van az izéd, addig inkább minigánt használd. Minigán? Vagy akár az Uzit. Azonnal odaér a projektil. Ez az. Mi mennyien vannak ilyen kopolt ki? Kéne bowling borulás. Ez az a hang, ez nagyon vicces. Hogy szétesnek. Ez már kevésbé. Én felvettem egyet. Felvett. Plup-plup-plup-plup. Plup-plup. Mint a csuklan a fegyvered, nem? Legalább mindig ezért tarolunk bowlingba. Így van. Plács. Íj, és kifogyott a gránát, vetőm. De kár. Ilyen tömegek ellen nagyon jó a gránátvető. Főleg a bikák ellen nagyon jó. Hát nem kéne ezeket pazaroljam. A rakéta az ugyanolyan erős, a bikának kettő darab kell, úgy mint a korábbi részekben. Ez jó hír. Sontéknak meg egy, oké. Megszor, hogy a bikának az első két részben elég volt, csak egy izé, dupla csövics volt. Nagyon közelről, igen. Féltem. Gépte jó. Javol. Elhibbadtak az ujjaim. Pedig csak a bolygóknyomom. Várjál csak, mert mi lesz a főbossnál? Ho-ho! Ez még semmi ahhoz képest. Kis körökbe fogunk ugrálni, mint az egybe? Nagyon kis területet fogunk kapni, és... Szerintem azzal kell elmenjünk, lehet? Van rajta feltételezem. Két. Hát azokat kicsináljuk.
Aha. Milyen érzékenyek a lányok. Van akire válni kell. Metro Drive! Oh. Nine! Ajaj, elindult. Itt vagyok. Ja, itt vagy? Ú, megijedtem. Azt hittem nézted így be. Hát nekülem indultál, de ott lett egy portál. Ja, két oldalról. Hoho, de aranyos. Ugye a First and Second Encounterhoz képest az is egy teljesen új gameplay feature volt. Micsoda? Ugye, hát egy mozgó járművökről kell ugye darálni. De rákozó nem nagyon bírja. A izébe vezették be elég sokszor az ilyen világháború faktóját azoknak. Hogy úgy mész végig a pályára, hogy konkrétan meg kell állt. Itt van mivel lője. Kedvenc fegyelem kifogyta. Hát, igen. Nekem sok plazma is ára elfogyott. Nem, még nem. Hoppá! Szegény szélű szem kijelző. Na. Belelőttem egyet. Ja, hogy jobb? Ja, szét lehet lőni? Én meg van törve. Aha. Érdekes. Nem. És a részét nem lehet? Ez is ki van dolgozva jeleken. Nem. Azokat? Nem. Hú? Be quick or be dead. Legyen gyors, vagy meghalsz. Mi ez a közönség hang? Ez valamilyen izé játék lesz. Mi ez a Running Man? Mi? Running Man. Szerintem valóban el kell jussunk, mielőtt lejár az idő. És a pálya címe alapján. Oda föl szerintem. Nem a szívű szemet kell vittem. Nem, nem oda föl kell menni, mert láthatatlan fal van ott. Ja, ez csak ilyen reklámizék, jó. Akkor... De aranyosi pálya, be quick or be dead. Ez az vielen dank. Megvan. Itt egy checkpoint. Igen. Ó, oh, meg is haltam azonnal, jó van. Mi ez az ugróci kaktusz, láttad? A kaktusz Sirius-en cipőbe volt, hát meghaltam. Az a gond... Itt egy checkpoint. Hát, nem tudunk átmenni egy checkpoint, ami mi? Hát, nem. Tam tam tam. Nem erre kellett jönni, vagy most mi van? Semmi igazán vágom, hogy mi van. Meghaltam. Véglegesen. Ezt újra kell kezdjük, mert én is most meghalok. Nem tudom, hogy merre kell menjek, az a baj. Hát itt voltam az előbb checkpoint, de hát nem regisztrálja. Most nem tudom, mi van. Hát pedig ott átmentem, hát most mi van? Nem értem. Merre nem kell itt menjek? Nem mindig engedett, tehát engem sem. Először meg kellett tőlem a viszonyat, és akkor utána. Addig hozok inni. Most hova menjek? Erre? Azért mert zöld? Ne, ez se fogadja el, de akkor most... Nem értem. Ezt
totál nem értem ezt a pályát. Miért nem fogadja el a checkpointot? Most mi viszi meg a pálya elejére? Innen kezdtük azt hiszem. Ja. Nem értem. Checkpoint, hát de innen... Na itt vagyok. Azért még nem tudok hova menni. Tehát innen meg nincs tovább. Én meg nem látlak, nem tudom, hogy itt nem lehet ilyen izét követő módot csinálni, vagy... Spectator mód. Nem tudom sajnos. Fogalmas is merre kell menni. Én is össze-vissza mentem, mint egy hülye gyerek. Mindkét checkpointba bementem, de nem fogadja el őket, tehát hogy... Itt a checkpoint, de hiába megyek át alatta, ugyanúgy megy tovább az idő, nem vezet elé az időt. Nem tudom. miért kellett egy ilyen totál bullshit, értelmetlen, hülye szar pályát berakni, ezt nem értem. Nem is emlékszem erre a pályára. Erre is emlékeztem, ez akkora fasság. De meg kell próbáljuk még egyszer. Ha te legyél az első, hát... Érjeztem, hogy... Most akkor... Elmegyünk erre... Mi? Jó, oké, biztos. Lesz. Jaj, mögöttem szedtek szét. Oké, eddig eljutottam. Eljutottuk az előbb is. Itt van még. Itt a második, ez is oké. Nem tud átengedni még. Még. Még nem enged át. Ó, itt van valami. Mi a szar? Ha most fog átengedni, mert megjelentik a pilóta. De az előbb is előbb itt átmentem, igen. Eddig oké. Előbb ideig eljutottam, csak innen nem tudom merre tovább. Mert itt nincs tovább. Ez a bajom. Itt nincs tovább. Hú, mekkora kaktus. Ilyenkor nem tudom, mi van. Erre? Aha, ja jó. Ott a checkpoint. Hát nem hiszem, hogy odaérünk. A kurva élet. Fél milliméter hiányzott kávé. Ez elég szemétség. Aztán erre volt. Hogy ide ez elég idegesítő. Ez egy hulladék ez a pálya. Ez egy gyomorforgató cucc. Mi ez a kaktusz? Sziriuszem cipőbe meg egy rakéta lövővel befosok. Nézd. A kaktuszokban előjébb bele, az nem jó. Megint nem reszetelte az időt, pedig átmentem a checkpointon. Tehát ez egy akkora köcsökség. És akkor most? Ott a következő. 3, 2... Nem! És nem adja meg az időt. Egyszer nem értem. Most akkor merre? Ott van. Ott zölden virágít, látod ott fönt? Ott. Ott Istenem. Hát az előbb is erre jöttem, hát... Ugyan erre jöttem. Kaktuszokkal vigyázz, ne lőjél belé. Ezen mentem át az előbb. Igen, és nem reszeteli az időt. Aha,
Akkor ez már meg volt ezek szerint. De akkor miért az egy korábbihoz dob vissza? Tehát, hogy ez így mocskosul unfair. És ott lenne még egy, de hát nem érek oda. Na, értem. Ez egy rövid pálya szerintem. Na jó, de... Az játék legeslegszarabb pályája, hát ezt tarolj magasan. Ez a pálya egy olyan szintű hulladék, aki ezt kitalálta, azt... Ezt keresztre kéne feszíteni. Föntről szerkesztett a pályát. Remélem, most sűncsaládot fog szarni egész életében minden nap. Igen. És most? Most merre? A fingom sincs megint, mert hol vagyok, meg merre kéne menni. Igen, ez itt egy nagy kaptusz. Így bejöttünk. Eddig meg volt. Na, és megint meghalok, hallod. Igen. Hát de... Hát itt valószínűleg nem szabad megállni. Kérdés az, hogy elég-e a három élet így? Ó, mindig áll. Ten coin. Hogy lehet ennek ilyen sok élete? Aha, gyertek 100 000 milliárdan. Miért is ne? Én meghaltam. Ez a köcsög is itt van. Nem jó. Zsák utca. Várjunk. Ha most akkor... Menjünk erre, nem tudom. Neked nincs több életem amúgy. Acski. Ott van, checkpoint. Az álljunk át. Na jó, egy fél perc türelmet, ez... Ez... Ez is időre megy. Jó, oké, nehogy kapjunk pár másodperc pihit. Oké, értem én. Ez megy. Aki ezeket a pályákat kitalálta, azt hogy addig ütném, amíg mozog. Még négy van hátra, mit van? Na. Még egy van, azért. Ott. Mit kell csinálni? Én azt sem tudom, mit kell csinálni. Én csak így levegőzök. Talír. Micsodat? Talír. Gyors átkom, hogy megtegyítem. Jézusom! A 170. Ez Sirius szemben minek ilyen? De most tényleg, ez... Miért kell ilyen bullshit egy ilyen játékban? Egy szakomban.
Szerintem pont emiatt a pályák miatt gyűlölik sokan a második részt. Mert az nagyon nagy bullshit. Van célkereszt, de nem lehet lőni ezt a hülyeséget. Nekem elég amúgy, hogy te átmész rajta. Igyekszem. Csak megyek a mester után. Most ezt nem regisztráltam? Nem hát. Jézus Mária. Oh! Jó ég. Én a Fall Guys amúgy ez az új játék. Ez az? Ez az? Csak aranyosan. Hallja, de utálom az ilyet. De menő volt. Ez nagyon menő volt. Jó? Jé? Mennyi időnk van még? Jó, van még bőven időnk. 80 másodperc. Mennyi neki erőszakkal. De gyere. Nem mindig regisztrálja. Szar. Most itt három kört kell menjünk? Vagy most mi van itt? Már nem tudom, én csak megyek. Ó! Menj! Jó? Hát mentem. Igen. Ne állj meg! Én felvettem egy treasure. Itt mindegy, hogy ugrunk be visszafelé, vagy oldalról. A közönség élvezi, de én annyira nem. És most hol a checkpoint? Van minden idő után. Mi nált megint ilyen kör, vagy nyilván. Én nem látok checkpointot. És 20 másodpercem van. Hol? Hol kéne lennie? Nem értem. Szerintem meghalok. Megvan, ott van. Meghaltam. Ott van. A picsába, ott volt pedig középen. Jó, te beértél, az a lényeg, én meghaltam. Én nem értem. Mik ezek az aréna fasságok már, elnézést a kifejezésért, de... Ez szériusz szemben minek ilyen buziság? Most minden aréna egy pálya? Akkor kinek? Istenem, akkora egy hülyeség. Kár, hogy ilyen elcseszték a második részt. Sokkal megfontoltabb lennék, ha nem megyünk. Miért? És időre megy, hát... Komolyan mondom, úgy elbeszélgetnék azzal, aki ezt kiagyalta. Acélbetétes bakancs társaságában. És átrendezném az arcát, prezidentnek hajtam. Én csak rohanok előre, mint egy őrült, meg sem állok. Úgy kell. Megkívánják a szörnyeknek, mert minden, én nem szarakodok. Most nem is látom a következő checkpointot. Ott van a túloldal. Azt hiszem, hogy ha ide áll, akkor nem fogunk tudni menni. Jó, azt hiszem vége ezeknek a fasságoknak. Remélem. Igen, jó. Hallod? Ez nem igaz. Na most kifújhatod magad. De mi ez? A játék azt mondja, hogy fuck you. Jó, ott az ágyú. Pár másodpercet nem ad, érted? Ez... Mondtam, hogy gyomorforgató lesz ez a fejezet. Ez végtelenül undorító. 2 másodperc pihenőt nem ad a játék. Még a pálya elején se.
Aztán most már értem, hogy miért gyűlölik sokan a kettőt. Na, most már kifújhatod magad. Hú. Na jó, én is iszok egy kicsit, pillanat.